Az Agrikot azt hiszem, hogy nem kell bemutatni évtizedek óta Magyarországon. Részben piacvezetők vagy a közelében vagyunk évjárattól és szezontól függően. Fajtáink azt hiszem, hogy mindenki számára ismertek. Az előadás második felében egy-két fajtát szeretnék majd kiemelni, nem hosszasan, mert itt a hátsó traktusban kiállítottuk a legismertebb fajtáinkat. Elég hosszas és komplett fajta leírásokkal. Kezdetként a európai burgonya helyzetről szeretnék néhány szót szólni. 2014-re visszatekintve, ugye kedvező időjárás volt és magas termés. Az EU tagországokban 58,5 millió tonna burgonya termett, ez korábbi évekhez képest egy kiemelkedő mennyiség. A vetésterület is növekedett, ennek következtében ugye túltermelés állt elő. Az orosz embargó a szezon közepén érte villámcsapásként a gazdákat Európa szerte, nem tudtak erre felkészülni, és egy piac ugye ezzel bezárult, ez pedig az ár rohamos csökkenéséhez vezetett. 2015-ben ennek hatására ugye csökkent a termőterület, egy forró, aszályos nyár nem igazán kedvező volt a burgonya termesztés szempontjából, és így a termés csak közepesre sikeredett. Nem volt túltermelés, tárolói kapacitások elégségesnek bizonyultak, és az import is csak kis mennyiségben jelent meg ősszel a hazai piacon. Ez azért a gazdáknak az értékesítés lehetőségét azt hiszem, hogy pozitívan befolyásolta. 2015-re nem oldották fel az orosz embargót, de erre már föl tudtak készülni, mert várható volt, hogy ennek kapcsán nem lesz előrelépés, és ehhez igazították a termőterületeket is. Néhány országot érintenék, amelyek Magyarországra bizonyos hatással vannak. Franciaország évek óta jelen van a magyar piacon, célirányosan felkészülve, piroshéjú fajtákkal jelennek meg, pedig Franciaországban nem ez a jellemző, de ők erre a régióra és Dél-Európára is koncentrálva piroshéjú fajtákat termelnek nem a hazai piacra, hanem a magyar piacra. A 2015-ös szezonban kiegyenlített volt a kereslet kínálat, nem volt jellemző a 14-es túltermelés, és az árak lényegesen magasabbak ennek következtében, mint egy évvel korábban, körülbelül kétszeresük. Most a jó minőségű burgonyát 90-100 forintért lehet a magyar piacon megtalálni Franciaországból érkezően. A készletek jó minőségűek, a franciák alkalmaznak egy úgynevezett moshatósági skálát, ez 1-től 10-ig értékeli az adott tételt. A 6-os már nagyon jónak mondható, a 7-es pedig már vetekszik a magyar csúcs minőséggel. A francia export folyamatos, főleg Dél- és Közép-Európában, illetve hozzánk is, mint említettem már, elért a francia áru, de később indult, mint a korábbi években. Németország ugye az európai burgonya termesztésnek a legjelentősebb tényezője. 2014-re visszatekintve egy szó erejéig, 1,6 millió tonna burgonyát takarmány vagy biogáz célra használtak föl. Hogy ezt egy kicsit úgy el tudjuk helyezni, ez a hazai termés négyszerese. Tehát amit kvázi kidobtak, az a magyar termésnek volt a négyszerese. Akkoriban 6-8 centes árakon ment a forgalmazás, az idén kb. 25 centnél tart most az ár. Ez egy olyan 10-15%-os csökkenést jelentett a keresletben. Hát azért a németországi vevők is kicsit árkoncentráltak a tekintetben, hogy ha egyszer 6-8-ért meg lehetett kapni egy évvel ezelőtt, akkor a 25-öt nem biztos, hogy tolerálják. A francia import ugye 2014-ben jelentkezett Németországban, most az idén nem, ők szépen el tudják osztani azokat a mennyiségeket, amit a saját piacukra, illetve hozzánk és a környezetünkbe szántak. Az árak egyébként január óta fokozatosan emelkednek Németországban. Lengyelország egy olyan termelői háttérrel rendelkezik, amely annak ellenére, hogy 2014-ben 67 ezer hektárral csökkentették a vetőterületek. A magyar burgonya terület kb. 18 ezer hektár. Csak úgy összehasonlításképpen mondanám, és ők a csökkentést oldották meg 67 ezer hektárral. Ezáltal a burgonya területük 6 év alatt a felére csökkent, ami azt jelenti, hogy egy olyan 500 000 hektárnyi területről 267 ezerre csökkentették.
Ez a tendencia 2015-ben bizonyos fokig folytatódott, de közel sem olyan mértékben, mint a ezt megelőző években. A lengyel áru annak ellenére, ugye, hogy a mennyiségek csökkennek, azért a magyar piacnak még mindig befolyásoló tényezője, mondhatnám úgy is, hogy zavaró tényezője, mert éveken keresztül elég hitványminőségű burgonyát szállítottak ide hozzánk. Ez a kereskedőknek volt jó, mert ők tudtak hivatkozni arra, hogy ugyan már hát meg tudom ezt venni olcsóbban, de hát a minőségről senki nem szólt egy szót sem. Most egyébként a minőséggel kapcsolatban javulás lehet észlelni. A mennyiség lényegesen kevesebb, mint a korábbi években. Ez köszönhető részben az EKR-nek is, amit ugye sokan sokféleképpen ítélnek meg. Aki csak az adminisztráció növekedését látja benne, azért nem hiszem, hogy teljesen az igazság oldalán áll. Volt az utóbbi hónapokban, ugye a sajtóból értesülhettünk, 4 vagy 5 esetben is olyan helyzet, hogy a hatóság Lengyelországba érkezett burgonyát elkobzott, megsemmisített, és a részvevőket megfelelő büntetésben részesítette. Ez talán lehet egy kis visszatartó erő a rossz minőségű áruk beáramlása tekintetében. Hollandia, ugye visszatekintve egy kicsit az elmúlt évre, 156 ezer hektáron termett burgonyát, és közel 7 millió tonna termett Hollandia, ugye körülbelül fele akkora, mint Magyarország, mondjuk 2/3, maradjunk ennyiben, és ott ebben a kis országban 156 ezer hektáron burgonyát termeszteni azért egy szép mutatvány. 2015-ben csökkent a terület, ennek megfelelően a mennyiség is. Az árak tavaly ilyenkor 1,5 és 5 cent között voltak. A feldolgozó ipar tavaly csak az előre leszerződött árut vette át. Amire nem volt szerződést, azt nagykegyesen ingyen elvitte, hogy nehogy a szegény gazdák nyakán rohadjon a burgonya. Most a feldolgozó ipar is 10 cent körül fizett, tehát ez már egy jelentős különbségnek tekinthető. Ausztriában, itt a szomszédos régióban a termelők megelégedettek, azt hiszem, a mostani helyzettel. Tavaly exportkényszerben voltak, és a hazai piac ugye nem tudott annyi burgonyát felszívni, amennyi rendelkezésre állt. A minőség jó, és az osztrák vevők hagyományosan, és ez talán egy kicsit figyelemfelkeltésnek sem lenne rossz, egy kicsit lokálpatrióta módon, amíg a polcokon osztrák burgonya van, addig ők nem igazán nyúlnak az importhoz, még akkor sem, ha ez esetleg olcsó. Tehát ezt nálunk is követhető példaként lehetne említeni. Ezzel nem mutatnám a tisztelt jelenlévőket. Ez egy tavalyi díja, ami megmaradt, és csak kicsit visszatekintésként, hogyha esetleg vannak olyanok, akik ezt tavaly nem látták, illetve nem maradt meg a fejekben. A magyarországi burgonya helyzetet érzékeltetném én az Európai Unióba való belépésünk és a 2014-es adatok alapján. 2004-ben, amikor beleléptünk az Unióba, 55 ezer hektáron volt Magyarországon burgonya termesztés. 2014-re ez sikerült legyűrnünk 20 ezer hektára. Jelen pillanatban ez kb. 18 ezer hektáron történik. Sokkal markánsabb a csökkenés a szaporító területek területén, 1200 hektárról 180-ra csökkent. 2014-ben 450 ezer tonna burgonya termett Magyarországon, ennek a későbbiekben lesz majd jelentősége, visszautalnék majd rá. Na, a hazai helyzetről egy pár szót, időjárás tekintetében a tenyésződő alatt javarészt kedvező időjárás volt, viszont ami megdöbbentő, és nem biztos, hogy mindenki felfigyelt erre, 41 nap volt a tenyésződő alatt, amikor az átlag hőmérséklet 30 Celsius fölött volt. Nem a csúcshőmérséklet, a napi átlag hőmérséklet, ami feltételez egy ennél lényegesen magasabb csúcsot. Ez bizonyos régiókban gondot okozott a parásodás vontatottsága miatt. A betakarításkori időjárás kedvező volt, és jó minőségben lehetett betárolni a felszedett burgonyát. Ezek olyan statisztikai adatok, amiket én is úgy kétkedéssel fogadok, de hát a KSH-tól valók, tehát valamilyen reális alapja kell, hogy legyen.
Az, hogy a teljes termés 24%-kal csökkent, 348 ezerre, ugye az előbb láttuk ezt a 450 ezeres adatot 2014-re, ez egy jelentős csökkenés. Az, hogy az átlagtermés Magyarországon ma 24,5 tonna, ezt én kétkedve fogadom, mert ez feltételezi azt, hogy ennél rosszabb is van. Most aki ezen a szinten termel, én annak csak azt tudom javasolni, hogy hagyja abba, mert ez ráfizetést generál. A vetésterület pedig a KSH szerint 18 ezer hektár, bár vannak olyan források, hogy 14 ezer. Ez azért kérdőjeles, mert ugye a ház körüli, meg az egyéb kis be nem jelentett területeket ez nem tartalmazza, tehát ebből reális számot kihozni azért az elég kérdéses. 2015 tavasza, ugye a 14-es nagy készletek nyugével a nyakunkban kezdődött. Az új termés megjelenése óta azonban egy eléggé kiegyenlített, magas, viszonylag magas árszintet lehetett látni. Viszonylag kis eltérésekkel. Érdekes, hogy pont karácsony előtt, amikor a burgonya ára föl szokott szökni, 75 forinton át, ami igazán nem kiemelkedő a mostani adatokat nézve. Mostanra a hazai készletek szinte teljesen kimerültek. Tavaly ilyenkor még azért jelentős készletek voltak a termelők raktáraiban. Mint említettem, az import is lelassult, később indult, kevesebb mennyiséggel, ez is segítette a gazdák értékesítési lehetőségeit. A gyengébb tételeket is el lehet adni most ugye a viszonylagos hiány okán, de hát ez árkérdés. Ugye ott azért nem a 100 forint körüli árak a divatosak, hanem még sokkal alacsonyabb. És most már ugye azért az import is megindult, ami a gyengébb minőségnek igencsak gátat szab, tehát aki ilyen készletekkel rendelkezik, lehet, hogy gondokkal küzd majd a szezon vége felé. Pillanatilag ugye 100 forint körül van a nagykerár, tavaly ilyenkor a fele volt. Az áruházláncok szerepe tovább nő, annak ellenére, hogy a vasárnapi nyitvatartás ugye felütötte a fejét, nem szeretnék itt politikai kérdésként foglalkozni ezzel a témával. Tehát a zsákos értékesítés, ami korábban jellemző volt, talán önök is emlékeznek, az idősebbek biztos, hogy a lakótelepeken megjelentek a ponyvás teherautók és télálló burgonyát ajánlottak zsákszámra. Hát ez ma már nem divat. Egyrészt nagy a káló, hogy úgy mondjam, ugye, mert amíg egy zsák egy kisebb családnál elfogy, azért nagy része kicsirázik vagy elrohad. Inkább a háziasszonyok a globalizáció templomaiban költik a pénzüket, és két kilós kiszerelésben megveszik azt a krumplit, ami néhány hét alatt elfogy, és viszonylag kevés veszteséggel tudják ezt megoldani. Az ellenőrizetlen vetőgumó részaránya ijesztően magas. Nem szeretnék számokat mondani, mert ez megint olyan, hogy nehezen ellenőrizhető. Volt, aki azt mondta, hogy 80% ebben azért én nem hiszek, de hogy magas, az biztos. És sok termelő még mindig az úgynevezett visszafogott aprót ülteti el, amivel ugye a jövő évi sikertelenségét alapozza meg. Egy olyan szezonban, mint a 2014-es, még talán azt is mondom, hogy esetleg indokolt volt, mert ugye a jövedelem alacsony volt, nehézé tette a vetőburgonya beszerzést, elég magas árakon történik ez, de hosszú távon erre nem lehet alapozni egy burgonya termesztést, tehát mindenkinek azt tanácsolnám, hogy ha teheti, feltétlenül fémzárolt és ellenőrzött eredetű burgonyát vásároljon. Az ipari feldolgozás ugye évek óta megszűnt, a chipsgyártás tartotta magát legtovább, de ma már Magyarországon feldolgozóipari tevékenység nem folyik. Ez is megnehezíti a gazdák dolgát, ugye, mert korábban az esetleges gyengébb minőségű árut azt le lehetett vezetni ilyen csatornákon. A hatóságok szerepéről szólva néhány szót szeretnék mondani. Fokozott ellenőrzés folyik, ugye előbb már említettem, hogy utóbbi hónapokban hallottuk ennek hozadékát, ami az EKR bevezetésével tovább erősödött. Ugye sokan ebben, mint említettem, csak egy adminisztrációs töbletet látnak, de azok az eredmények, amik az ellenőrizetlenül beérkező áruk szűrését jelentik, azért azt hiszem, hogy önmagukért beszélnek. A burgonya kockázatos termék. Ezt a meghatározást sokan félreértik. Nem
a tekintetben kockázatos, hogy könnyen romló, hanem az adóhatóság oldaláról kell ezt megközelíteni, nevezetesen az áfa csalás szempontjából kockázatos. Tehát egy gyorsan pörgő, hamar eltűnő, a piacról hamar eltűnő készletekről van szó, és így az áfa csalás sokkal könnyebb, mint tartós fogyasztási cikkek esetében. A szaktárca, anélkül, hogy főtanácsos asszony kenyerét elvenném, de egy pár szót szeretnék arról szólni, hogy az étkezési burgonyával kapcsolatban egy FM rendelet készül, melynek tervezete az uniós megfelelő szakbizottság asztalán hever most, és az ő véleményezés után a közeljövőben bevezethetővé válik. Csak egy pár gondolatot emelnék ebből ki. Egyrészt ez érinteni fogja az étkezési burgonya méretét, ami 35 mm-es minimumon nyugszik majd, a 28 mm-es lehet az új burgonyánál, illetve a hosszúkás kifli burgonyának nevezett típusnál pedig 30 mm-es szélességről lehet majd beszélni. Lényeges ugye, hogy az ömlesztett és a csomagolt áru esetében is csak azonos eredetű, fajtájú, minőségű, héj és hújszínű gumókat tartalmazhat. Hogyha most a bevásárló központokban az úgynevezett lédig szekciót nézi az ember, ahol jellemzően fa konténerekben tárolják a alkalmasint 3-4 fajtát is tartalmazó készletet, hát sajnálom én ezt a háziasszonyt, aki onnan válogatja ki a vasárnapi ebédre valót, és ha esetleg főtt krumplit akar csinálni, az egyik már szétfőtt, a másik pedig még kőkemény. Tehát ezeket az anomáliákat tényleg meg kell szüntetni. Csomagolt árunál, tehát itt most nem arra gondolunk, hogy az önök által nagybani piacra 30 kilós zsákokban kivitt burgonya lenne a fókuszban, hanem a valójában csomagolt, amik a élelmiszer üzletek és láncok polcain találhatók. Kell, hogy tartalmazzák a fajta nevet, csomagoló és forgalmazó nevét, címét, a csomagolási egységet, tehát hogy hány kiló van az adott csomagban, csomagolási időpontját, a származási országot, tehát nem lesz elegendő az, hogy származási hely EU, hanem az országot is meg kell nevezni, valamint az áru főzési típusát. Ebben a burgony ABC lehet egy alap, gondolom önök is már találkoztak vele. Az A az a salátának való, szappanos, nem szétfővő, a B a kissé szétfővős, főleg sütésre alkalmas, a C pedig a szétfővő, például a burgonyapürének megfelelő minőség. Néhány fajtát szeretnék gyorsan, mert azt hiszem az idő szorít. Csak nagyon röviden, két olyan fajtával rendelkezünk most már, amelyiket nyugodt szívvel mondhatunk korainak, mert korábban kértük az Agrikót, az anyacéget, hogy próbáljanak célirányosan nemesíteni olyan fajtákat, amelyek a Red Scarletnek versenytársai lehetnek. Na most hirtelen lett kettő is, az egyik az Evolution, az elnevezés nem túl szerencsés, mert hosszú és egy magyarnak kiejteni ezt elég bonyolult. Ezt az utóbbi időben lerövidítettük magunk között, és most már a termelők is ezt átveszik Evolnak. Ez egy 80 napos fajta, szép küllemű koraiságával a primőr piacra is nagyon alkalmas. Ez egy beállt terület Alsó-Némedin, két felszedett tő alatt ennyi burgonya volt, közelebbről egy kicsit. Vannak, akik azt mondják, hogy túl markánsan piros, ez megítélés kérdése, és a piac ma már azért elég heterogén ahhoz, hogy különböző árnyalatok is elférjenek rajta. A következő az Eszmé, ez egy kicsit fiatalabb, egy-két évvel később került hozzánk, mint az elődje. A korai fajtákra ugye az jellemző, hogy koraiságuk révén a nyugalmi állapotuk, a nyugalmi időszakuk viszonylag rövid, tehát a tárolhatóság ennek kapcsán szintén rövidnek mondható. Az Eszmé egy kivétel, mert ez a fajta a következő év márciusáig akár még csirázásgátló nélkül is nagyon jó minőségben eltartható. Itt a színárnyalat látszik, hogy egy kicsit sápadtabb
krumpliról van szó. A lusza egy középkésői, szintén újfajta, sokat nem akarok róla mesélni, körülbelül a rokkónak megfelelő tenyészideje. Tehát, hogyha valaki egy fajta sort szeretne felállítani, a nagyon korai, a korai és a középkorai sorban, tehát, hogy az érés szépen sorban történjen, akár az eszmét, akár az evót, utána a amorózát és végül a luszát használva nagyon szép eredményeket lehet elérni. Ez még fajta jelölt korábban egy felszedés utáni. Következő a rozagold. Ezt kifejezetten a bevásárlóközpontok igényei szerint nemesítették. Mosható, nagyon szép küllemű, csomagoltan is megállja a helyét. Ez egy tő alatt volt, nem úgy hordtuk össze. Szintén. A manituró csak egy szó. A Desiré Magyarországon nagyon sokáig vezetőfajta volt, körülbelül 10 éve már szabadfajta, és ezt a fajtát tekintjük a Desiré javított változatának. Tehát ha valaki ragaszkodik a Desiréhez egy korszerűbb formában, akkor ezt jó szívvel tudom ajánlani. Ez is azt hiszem önmagáért beszél, ez a fotó. A Monte Carlo-ról csak egy szót. Semmi olyan különös tulajdonsága nincs, ami fölé emelni az eddig említetteknek. Egyetlen egy dolog, az pedig a fonálférgek rezisztencia. De nem csak, hogy rezisztens, hanem a fonálférget írt ki a talajból. Magyarországon ez még hála Istennek nem probléma, mert egy-két kis régiót kivéve fonálférreg probléma nincs nálunk. Ez is egy beállt terület, egy tő alatt lévő mennyiség. Az amorózát említettem, a két újfajtánk előtt ő testesítette meg az úgynevezett korai fajtáját az agrikónak, most már itt dúskálunk a fajtákban. Ez is egy szép fotó róla. A Rocco egy osztrák nemesítő cég fajtája, nagyon szépen elterjedt Magyarországon. Fehér húsú fajta, ami éveken keresztül gátló tényező volt a piac igényei szempontjából, de ma már például bizonyos éttermek céljaira kiválóan megfelel, és szinte már keresik a fehér húsú fajtákat. A Fabiola szintén az osztrák nösz nemesítése. Egy nagyon szép piacos fajta. Egy dologra kell odafigyelni, hogy hűvös vagy hideg talajban nem szabad ültetni, mert ő akkor ott elfekszik, és semmiféleképpen nem hajlandó kikelni, csak amikor fölmelegszik a talaj, és tud olyan összképet mutatni, amikor elszörnyűködnek a gazdák. Volt már olyan, hogy telefonáltak, hogy Murray úr, jegyeszélyes, jöjjön, mert szeretném a látni, amikor kitárcsázom a Fabiolát. Mondtam, hogy Isten őrizzen, várjon 1-2-3 hetet, én elmegyek, és nézzük meg együtt. Eltelt a 3 hét, és így nézett ki. Tehát van egy ilyen, ha negatívnak nem is mondható, de érdekes tulajdonsága a fajtának. Ez pedig az ő virága, és egytől alatt így nézett ki. Itt a kis esztergált gumók nagyon szépen látszolnak. Egyetlen egy sárga héjú fajtát tettem be a sorba, ő az utolsó egyébként. Annak okán, hogy ez egy 70 napos fajta. Azt hiszem, hogy a primőr esetében még talán a vevők egy kicsit toleránsabbak a szín tekintetében, de az, hogy 70 napos, ez nagyon szépen mutatja azt, hogy azért primőr piacra ezzel a fajtával jó eséllyel elsőként lehet ott lenni.